A hat nyugat-balkáni tagjelölt ország együttműködésében van még erősíteni való. Ennek lehetőségeit tárgyalták meg Brüsszelben. A fontos üzenet Szerbia vonatkozásában az elsőben az, hogy mint a térség legerősebb gazdasága, a legnagyobb népesedéssel, piaccal rendelkező országa, ezt nagyon jól ki fogja tudni használni ezt a nyugat-balkáni együttműködésben rejlő lehetőséget. Ezt különben már a szerb kormányzat is előrevetítette, és én remélem, hogy ez valóban gyorsuló tempót fog mutatni az elkövetkező időben. Arra próbáltunk megoldást találni az Európai Parlamentben, hogy milyen módon tudnánk az integrációs folyamatot minél jobban kihasználni az Unióval és a nyugat-balkáni országokkal való szorosabb együttműködésben. A nyugat-balkáni együttműködés a befektetők számára is vonzóvá teheti a piacot, ugyanis ha összehangolt piacokról van szó, akkor nem egy-egy ország elaprózott piacáról beszélünk, hanem egy 20 milliós piaci részesedésről. Ez pedig sokkal vonzóbbá teheti a régiót, emelte ki Deli Andor.